Szervusztok, fiúk, lányok a YouTube-ról, Csonti vagyok, ez pedig egy ismételt saját replay, és ez annyiban lesz különleges, mivel ez egy dupla csomag lesz, melyben egy speciális taktikát mutatok be, amit így az utóbbi időben egész hatékonyan sikerült alkalmaznom így a Terrán és a Protoss játékos ellen, tehát ez egy ilyen duplázás lesz. Na, ellenfelem, Fancy Boom, kék Terránnal a jobb felső sarokban, én pedig piros Zerggel szokás szerint a bal alsó sarokban. A pálya pedig a Derelict Watcher névre hallgató, Protoss jellegzetességekkel bíró térkép. Szép rámpán kezd mind a két játékos, a második rámpa már elég széles, a második bázishoz felvezető úton. Hatalmas nagy szabad terek a pálya közepén, ide szeretek felpozícionálni overlordokat, mert itt eleinte nem látják meg őket. Oldalsó bázis lehetőségek, illetve ugyanazt tükrözve. Na, hát azért is mondtam, mert igyekszem közben mondani, hogy mit csinálok, ezáltal a Zerg játékosoknak próbálok némi tippet adni. Na hát a Terránnál már elkezdett a falazás, jöttem szépen deríteni egy Zerlinggel, erre az Zerlinggel egy drónnal, közben épül a barak. Ezt azért léptem meg, mert ha jól emlékszem, ez a játékos randomként kezdett, és amíg ide szammag az Overlord, én nem akartam megvárni, hogy utólag derüljön ki, hogy mire számítok, de hogy Isten Zerggel van, és kapok mindjárt pár Zerlinget a nyakamba, hát a fenének se hiányzik az. Úgyhogy átküldtem szépen a munkásomat, és az a megfelelő információk birtokában segített nekem a kémkedésben. És így akkor, hát elsőnek én általában mindig azt szoktam, hogy 14 munkásnál a 14. munkást telepítem második bázisként, ami meg is történt, majd ismét legyártok egy-két munkást, és 14 vagy 15 munkásnál ismételten csinálom a spawning pult, majd utána a 16. munkás körül pedig egy gázlelő helyet, illetve egy overlordot is. Na, úgy tűnik, hogy épül közben Terrán oldalon a második védvonal, úgyhogy hamarosan ki fog települni a Terrán is, ez jelzés értékű, közben egy command center is átalakul szépen orbital command centerré, úgyhogy hamarosan lehívja a szamarakat, tehát a mule-okat. Igen, összvér szamár, hát igen, de viszont úgy dobálja a minerált de a command centerbe, hogy így, mint egy összvér, úgyhogy találó név. Magyarul sokkal idétlenebbül hangzik. Na, és lassan ide is ért az Overlordom, mert látjátok, így a negyedik percnél ér ide az Overlord, és ha csak most látnám, hogy mire kell számolnom, az lehet már késő lenne. Közben itt épül még egy barak, úgyhogy, mint látható, itt erőteljes marin push fog következni perceken belül. Én nekem közben elkezdődött a másik hatchery, amiből pont úgy készülnek el, hogy egyszerre a spawning pullot, hogy instant jöhet egy queen és két queen a két hatcheryből. Ez így kb. Az első, közben folyamatosan építem a munkásokat is, illetve most supply cap-re kerültem, mert elpusztították az overlordomat, ami nagy nehézségek árán ide battyogott. Jön egy bunker, védőoszlop gyaránt, és még nem kezdődött el a command center felhúzása. Na, elkészült az Overlord, jönnek a Queenek, és hamarosan még több dolgozó. Az Ergnél nagyon fontos, hogy dolgozókat kell gyártani, így az első 5 percben minél többet, és az 5. perc után már el kell kezdeni a védelemmel foglalkozni, és itt már elindult egy marinosztag. Ha jól számolom, 6 darab tengerész gyalogos masírozik a bázison felé, jó korán, hát erre nincs is egységem se, amit látjátok. 18 munkás, 2 queen, 6 overlord és 6 darab lárván van. És jön a Baneling Nest. Jó, a Terrán ellen szeretek Banelingeket indítani, pont az ilyen marin bókák ellen. Közben a queen megkezdte a marinoknak a szétverését, a marinok meg botor módon nem a Queen-t, hanem az overlordokat és a hatchery-t kezdik el lőni. Na most jönnek a munkások, a hős munkások, hátba támadják a marinokat, a Queen sajnos elesett egy overlorddal együtt, viszont a sok dolgozó az elűzi itt a marinokat, és az utolsó visszavonulót fúj. Na, újabb 3 marin érkezik, én pedig nem vagyok rest, most már itt van 4 darab Zerling, ez pont elég annyira arra, hogy ezt a 4 marint ellensúlyozza, és legalább 2-t elvigyen magával. Na, újabb 2 Zerling és még 4 úton van. Hála Istennek nagy veszteségeket nem szenvedtem. 25 dolgozóm van, hát láthatóan nyomatom őket, mint az állat. Itt pedig a Command Center készül a Terrán oldalon. Egyelőre bevétel szempontjából én állok jobban.
muszáj az egy bázis előnyt tartanom. Tehát, hogyha látom, hogy itt kitelepül már a kész a másik bázis, akkor nekem már inkább előbb, de utólag mindenképp egy vagy két új hatcherit, két új bázis helyre fel kell húzzam, hogy tartani tudjam a Terlánnal a versenyt. Főleg a mulok miatt, mert azok úgy fossák a minerált, napközben bailingek akcióban. Ugye Terlán katonáknak esélyük sincs, és holtan estek össze. Na és ezért fontos, hogy zergek és Terránok ellen egy bailing fészek, főleg ha látjuk, hogy bióra megy, tehát sok marira a Terrán, akkor így majdnem, hogy azt kell mondjam, kötelező. A zerg ellen meg ugye a zerling rushok ellen eleinte. Na és beindult a gazdaság. Készül közben a zerling gyorsítás is. Mindeközben Terrán oldalon már majdnem elkészült a második command center is, és már várja, hogy a munkások megkezdjék. Na, le is jött az első mule, gyorsan bányászni a nyersanyagot, és nézzétek csak, hogy egy darab mule-lal hogy meg fog nőni a Terránnak a bevételi mutatója. Gyakorlatilag így majdnem annyi, mint az enyém, vagy be is előzött. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy cheat ez az egész. Na, közben nálam megindult egy kisebb sereg. Hamarosan elkészül az Erling gyorsítás is. Pillanatokon belül befuthatnak. Na, és el is indult, a bailingek lemaradnak picit. Nem baj, majd bevárjuk őket. Közben mennek a kis Erlingek előre. És itt szépen körbenézek, hogy mi újság a Terrán bázis bejáratánál. Egyelőre semmi, szépen elfalaszta magát, van bunker, sok marin mögötte, meg a supply depók. Jön egy reaktor, egy techlap, kutatja ki a stimmet a marinoknak. Nálam pedig két dupla evolution chamber, illetve egy spore crawler elől meg hátul a mineral line közve fogva, illetve a fő bázison és a második bázisomon is. Ha esetleg Benzsikkel jönne a Terrán, akkor ne tudjon károkat okozni. Fontos előre látónak lenni. Protossnál ugyanez a helyzet, csak ott a Dark Templárok kivédésére van az elsősorban, illetve az Oracle droppokra, amikor ha bekapcsolják azt a sugarukat, akkor pillanatok alatt több tucat munkást sütnek meg, szó szerint pillanatok alatt, tehát így roston. És az igen kellemetlen. Na, pár baneling, és akkor itt akármi jön le, marinostól, mindenestől, nem lesz itt gond. Hó, közben dupla vidómájnok. És egy siege tank is, úgyhogy itt a Terran teknős taktika. Jó, beássuk magukat messziről. Siege tank, marinok, gyülekezünk, fejlesztettünk, szépen bányázgatunk, és aztán kimocanunk és legyolulunk mindent. Én itt közben próbálom itt lelokkolni, hogy nehogy kimerészkedjen így kisebb seregekkel, vagy ha kimerészkedik, azokat levadászom. És mindjárt elkészül a LER fejlesztés. Hát egy kicsit késői ez a LER, de volt egy kis fennakadás itt ugye a Terránokkal. Illetve fejleszgetek. Duplán pajzsot és fegyversebzést is fejlesztek az Erlingeknek. Erre az is lesz szükség, mert Terrán ellen eleinte a Zerling-Baneling kombó az nagyon jól beválik. Hopp, ott egy vidómány lejött biztosítani a rámpát, a második sajnos már nem élte túl a kalandot. Tehát eleinte Zerling-Baneling kombóval nagyon jól meg lehet fogni a Terránt, ha a marinokkal jön. És utána később pedig Ultralisk-re váltok át, és kombinálom a Zerlingekkel és a Banelingekkel, és úgy egy nagyon halálos földi oszlagot tudok kiállítani. Az egyetlen ellenszer ennek, hogyha Battlecruiserekkel vagy Banshee-kkel jön Terrán, de akkor viszont földön meg nagyon gyenge lesz. Na, itt leásta magát egy vidómány, és újabb három vidómány érkezik, úgyhogy itt nagyon, nagyon jó bevédekezett Terrán játékos. Nézzük egy bevételi mutatót. Hát igen, majdnem annyit bányászik, mint én. Közben nekem úton van a harmadik hatchery. Nézzük egy veszteséglistát. Hát nekem egy kicsivel több veszteség, de egyiknél sem számottevő. Na, de amiért ezt mutatom nektek, az tényleg az a taktika, és már jön is a Hive. Tehát megvan az első bázison és a második bázison is kimaxolva a termelés, és úton van a harmadik és már a negyedik bázis. Ha már így a tizedik percnél vagyunk, lehet egy kicsit bátrabban települni, Zergnél az úgysem árt. Itt vannak az Overseer-ek,
a vidománokat kiszúrni a föld alatt, úgyhogy ilyen helyzetekben egy darab zerglinget oda küldök, az kisíti a vidományt, aztán utána jön a többi, hogy szétverje. Feltéve, ha van detektor egység. Na, egy vidómány kisítve, második vidómány kisítve, ott még van egy harmadik kis életerővel. Na, pár bénling, és nézzétek, hogy megy az a sereg. Hopp! Hát ez nem jött össze, de ott legalább pár tengelésgyalogos legyengült. Na, én gyorsan visszahúzok. És jön 38 darab zerling. És a bénlingek is nem sokára gördülni fognak, igen keményen. Hát a creepet azt csak most kezdem el terjeszteni, ezt lehet előbb is, sőt azonnal. Főleg Terran ellen, nem árt, hogyha látjuk. Terran ellen egyébként szétszoktam a pálya sarkaihoz küldeni így az overlordokat. Nézzétek, hogy milyen szép láncolatot alkotnak. Itt is, északon is. Mert ha esetleg droppolna a Terran, amit előszeretettel szokott, akkor ezt jó előre látni akarom, hogy fel tudjak készülni rá. Na, itt pár marin. Hát fejlesztésük az nincsen. És jönnek a siege tankok is. Hát azért hozzá kell tegyem, hogy valószínűleg ez nem volt egy olyan nagyon profi Terran játékos. Ha profi lett volna, akkor valószínűleg már nem csak ennyi akcióban lett volna részünk, de nem baj, ez egy ilyen nagyon jó kis tutoriál sorozat videó első része. A második részével meg majd ezután a videó után jelentkezem, amikor Protoss ellen fogom ugyanezt a taktikát megmutatni. Vagy majdnem ugyanezt, csak Protoss optimalizálva. Hopp, közben fogják az elvingek, és közben begurulnak a bénlingek az elvények között, és gyakorlatilag ahol maradt még életben Terran katona, ott azt ők a robbanással elégetik. Na, és ezt a kis sereget sikerült leápolni. Itt már három vidómány őrzi, hát a vidománynak sajnos a Zergling-Bailing kombó ellen nagyon effektív, mert területre robbannak, és gyakorlatilag egy robbanással akár 10-12 egységemet is felrobbanthatják, közben gyorsan szétnézek. Na, és már elkészült az Ultralisten, tehát ott mondtam, készül a páncél, fegyverfejlesztés a földi egységeknek, és utána, ha megvan a Hive, akkor áttérek Ultraliskre, és az Ultraliskek kiválóan ki fogják egészíteni a Zergling-Bailing kombót a földön, tehát a földi egységek, ha van elég bevételem, hogy finanszírozzam az Ultralisk utánpótlást, nem lehet gond, és most már négy bázissal és újabb dolgozók készítésével ezt én úgy érzem, hogy sikerült is szavatolni. Na, közben mindjárt elkészül az Ultralisk 2 plusz páncélfejlesztés, illetve a földi egység páncél és sebzésfejlesztés, és az első Ultralisk már ki is kelt, szépen totyog. Nagy páncélokkal, a torraszkiú páncélzattal ráadásul. Na, és itt újra Terran sereget sikerült előállítani. Masszív siege tank képviselettel és Terran marinokkal. Fegyverfejlesztés még mindig nulla. Ez mondjuk hiba. De azért ez így egy elég masszív kis sereg, még így a vidománylokkal megtámogatva. Na, itt jó sok zerling, bailingek, és négy darab ultralisk detektorokkal, a creep is most már nyomul előre. A creepet jobban is lehetett volna nekem terjeszteni, tehát már a pára felén túl járhatnék simán, vagy akár a Terran bejáratnál. Hopp-hopp, közben egy command center. Na, és megindult a Terran osztag. Mondjuk a veszteség listán még mindig egyenlő az állás, hát meglátjuk, itt most lesz egy összetűzés, de ahogy elnézem, ez így esélytelen a Terrannam nézve. A zerlingek közre fogják, a bailingek begurulnak a zerlingek között, és hatalmas egy pusztítást végeznek, az ultraliszkek pedig itt vannak golyófogónak, illetve az igazán nagy kaszabolást ők fogják intézni, ami megmaradt a zerling-bailing kombó után. Na, még pár zerlinget várok. Összeállt a sereg, tényleg egy nagyon jó kis vegyes sereg, csak légi egység ellen védtelen. Na és kezdődik az írtás, gyorsan az erlinget körbefogják, és ahol rés nyílik az erlink között, ott a bénlingek szépen berobbannak, a marinok elolvadtak, a siege tankok ott sem lettek volna, és ennyi volt a Terran sereg, kérem szépen. Na és a Terran egyre nagyobb veszteségeket szenved. És menekül, itt van egy vidómány aknamező. Bum bum bum. Az erlingek azért nagyjából szét voltak szórózva, de
sikerült azért befutniuk, ezért nem pusztultak el egyszerre, és az ultralisztek 500 életerővel gyakorlatilag szétszedik itt a siege tankokat. Hát ez a siege tank most szerzett egy ultralisztet kilt, de a maradék ultralisztet már semmi nem állítja meg. A vidómányokat kisütötték, jönnek az overseer-ek és az ultralisztek szétszednek mindent. Na, itt felfedeztem ezt a bázist, úgy tűnik, hogy oly, nincs biztonságban. Ja, fel is kell emelnie, ha van egy, igen, fel is emeli. Na és utolsó erőbedobással két marint ki is késett magából a kék terrel játékos, de ennek már nem sok értelme van, hiszen megindult a kapuk ostroma. Ultraliszkek, zerlingek, és a zerlingek mindjárt a harmadik páncél és fegyverfejlesztést érik el, és a zerlingek is már sokkal gyorsabban ütlegelnek hára a Hive Mode crack fejlesztésnek. És ott a GG, nincs itt mit tenni. Na hát ez volt a kis tutorial videó első része. Hamarosan érkezem a második részével, ahol Protoss ellen mutatom meg ugyanezt a taktikát, vagy legalábbis egy nagyon hasonlót, hogy működőképes. Tehát földön a Zerg elég durván tud aratni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk nem sokára. Sziasztok!